Balázs a polgármesterét, Újvári Lászlót kérdeztük a településen történt fejlesztésekről. Balázs a polgármesterét, Újvári Lászlót kérdezzük az elmúlt időszakban történt fejlesztésekről, beruházásokról a település életében. Köszöntöm Önt, mik voltak ezek, amik a településen történtek? Először is tisztelettel köszöntöm a Kistelek TV minden kedves nézőjét, köszönöm a lehetőséget, hogy egy néhány mondatban, ami remélem jó néhány mondat lesz, beszámolhatok Önök részére a településünk idei közéletéről, főleg így az év vége fele, gyakorlatilag már a legfontosabb részeket magunk mögött mondhatjuk. Azzal folytatnám, hogy elég sok fejlesztés végigment, több olyan néhány millió forint, ami úgy tűnik, hogy nem nagy beruházás, vagy nem is biztos, hogy beruházás, hanem inkább sokszor a programoknak, a rendezvényeknek a fejlesztésére, illetve a biztosítására kaptunk pénzügyi lehetőséget, de ez összességében azért a település kasszájának nagyon jól jön, sőt azt tudom mondani, hogy ezeket a programokat töredéke szinten sem tudnánk megvalósítani, hogyha nem volnának a lehetőségek. Csak néhány mondatot szeretnék elmondani, és akkor most elsőbb a beruházásokról, az építésekről egy néhány mondatot. A közmunkaprogramban, a közmunkaprogramos belügyminisztériumos pályázatnak köszönhetően a vadásztanya étterem melletti pihenő erdő mellett tovább fejlesztettük mintegy 5 millió forintos költségvetésből azt a játszótér kialakítást, amit már tavaly évben elkezdtünk, idejében folytattuk, és azért ezzel kezdem, mert amikor arra megyek, vagy valakivel találkozom, mindig arról van szó, hogy mennyire fontos, mennyire sokan vannak, sokszor estefele is kijönnek kisgyerekes családok, a gyerekek ott játszanak, és főleg amikor még jó idő volt, a padokra leülve beszélgetnek a felnőttek, vagy azok a vendégek, akik a vadásztanya szolgáltatását veszik igénybe, és kimennek, és a gyerekeikkel együtt kellemes időtöltést tud neki végigvinni. Ez egy fontos fejlesztés volt, megmondom őszintén, nem is gondoltam, amikor a pályázatot beadtuk, hogy ez ilyen sikeres lesz. Akkor a Magyar Falu Program pályázati csomagnak köszönhetően jó néhány olyan fejlesztés van, ami már megvalósult, illetve még most is folyamatban van. Kisebb fejlesztés volt egy önkormányzati működtetésben lévő a Forráskúti út melletti kerékpárútnak a részleges felújítása. Akkor olyan kisgépnek a vásárlása, egy ilyen önjáró fűnyírógépnek a vásárlása, ami a közterületek rendben tartására, a zöld felületek gondozásában nagy segítséget jelent a munkatársaimnak. Akkor gondolok a belügyminisztérium által támogatott belterületi utak aszfaltozására, a sportöltöző előtti utcát és a Gyöngyvirág utca aszfaltozását végeztük el. Ez is a maga 22 millió forintjával szerintem nem jelentéktelen dolog volt. Akkor a Magyar Falu Programnak köszönhetően az óvoda korszerűsítése és egy tornaszoba kialakítása, az emeleti szinten lévő tornaszoba kialakítása van folyamatban. Egy társasági adós pályázatnak köszönhetően a sportöltözőnk tetőterének a megújítása, korszerűsítése egy közösségi tér fejlesztéssel az szintén az idei évben történt meg. Akkor tovább gondolva az idei év történéseit, egy belvíz csatorna rendezési pályázat, egy úgynevezett záportározó, a győri széki záportározó kialakítását most kezdik, majd a napokban kezdték el a kivitelezők, két héttel ezelőtt írtuk alá a kivitelezői szerződést, ott közel 90 millió forintos fejlesztéssel egy remélhetőleg egy rendezett környezet és egy olyan vízfelület, amit később akár sportolásra, kikapcsolódásra, több mindenre lehet használni. Egy ilyen dolog is most megvalósul. Illetve voltak olyan kisebb fejlesztések, amit teljesen önkormányzati beruházásból, bizonyos csatornaszakaszok rendbetétele, átereszek javítása, szennyvíz elvezető rendszernek a további korszerűsítése, ezek történtek meg. És az előbb említettem a rendezvényeinket, akkor talán a gondolataimat ezzel is fejezném be. Nyertünk egy Hungarikum bizottság által finanszírozott pályázatot, ahol elsősorban a
a települési rendezvények, az ilyeneknek a fejlesztésére, akkor nyertünk olyan lehetőséget, hogy települési kiadványok és konkrétan most a települést történelmének az archiválása. Direkt nem így mondom, hogy település monográfia, hanem ez egy kicsit más, annál sokkal olvasmányosabb és korhű dokumentumokkal alátámasztott olyan könyv készül, aminek a folyamata igazából már tavaly elindult, a gyűjtő munkán gyakorlatilag már túl vannak, igazából a legnagyobb része már elindult, és a fő feladat ebben majd 2022-ben lesz, és a jövő év végére fog elkészülni ez a kiadvány. Megmondom őszintén, amikor más településeken járva, és netalántán az ember kezébe vesz egy ilyen az adott településről szóló ilyen gyönyörű dokumentumot, akkor mindig látom azt, hogy mennyire hiányzik ez valahogy, elmaradt nálunk, a pályázati támogatás még inkább segíteni fog, és ez így akkor hamarabb el tud készülni. Illetve ezekkel a jelenlegi fejlesztési lehetőségekkel, azokkal a település működtetésével kapcsolatos szituációkhoz még hozzájön a jövő tervezése. Szeretném megemlíteni, hogy indul a következő uniós fejlesztési ciklus a 2021-27 közötti intervallumban értendő, és indulnak azok az Európai Uniós pályázati lehetőségek, amik főleg önkormányzatoknak és önkormányzatok intézményeinek is lehetőleg 100% vagy 100% körüli pályázati lehetőséget biztosít. Ezeknek a projekteknek az összeállítása, de először még stratégiai tervezésnél tartunk. Ezek vannak folyamatban, az elkövetkezendő egy-két hónapban ennek jelentős részén túl kell lenni. Szeretnénk beadni olyan pályázatot, ami önkormányzati épületeink további hőszigetelése, korszerűsítése, a meglévő termárendszer további bővítése kapcsán történne meg. Akkor szeretnénk még önkormányzati ingatlannak a további energetikai korszerűsítést megoldani. Szeretnénk a település zöld felületének, a közparkjainak a fejlesztését, korszerűsítését végigvinni. Szerencsére ezekre lesz lehetőség, és ezeknek a terveknek az elkészítése indul most, szinte ez van már folyamatban, és ezzel együtt, ami azért a település hosszú távú stratégiai célja, olyan befektető és még inkább befektető baráttá tenni településünket. Ipari területek kialakítása van folyamatban, szerencsére a belterület és a belterület közvetlen környezetében sikerült úgy telkeket vásárolni, területeket önkormányzati tulajdonba venni, aminek most a további ipari park kialakítás, illetve az ipari telkek megalkotásában tudunk tovább lépni. Ehhez szükséges majd az infrastruktúráknak a tervezése, odavinni az elektromos áramot, a gázt, a villanyt, esetleg útcsatlakozás. Ezekhez is mind szeretnénk pályázni, ami persze nem látványos, mert csak az a látványos, amit most jelenleg építenek, vagy pedig egy rendezvény lebonyolítása, de a jövőbeni sikeres település fejlesztés érdekében ezeket az alapokat most kell letenni, és úgy látom, hogy ennek a most induló uniós fejlesztési ciklusnak az alapozását most kell elkezdeni, és ezt nagyon végig kell gondolni, olyan stratégiát kell megalkotni, amiből majd 5-10, akár későbbi években is lehessen tovább építkezni, lehessen belőle fejleszteni. Milyen rendezvények várhatóak a közeljövőben itt a településen? November utolsó vasárnapján, ha jól tudom, délután 4 órakor lesz a szokásos advent indító gyertyagyújtási rendezvényünk, amit már a programszervezőink és az egyházzal és az iskolával közösen szerveznek. Ezt követően, amit majd szeretnénk lebonyolítani, és nagyon reméljük, hogy a vírushelyzet engedni fogja, ugyanis sajnos nem tudtuk tavaly megoldani, most az idén reméljük sikerül, ez még a falu karácsony, erre még pontos időpontot nem tudok mondani, körülbelül a karácsony előtt egy szűk héttel, olyan 18-20-a táján tervezzük, több mindentől függ még. Tehát lényeg az, hogy ezeket a szokásos rendezvényeinket, amit minden évben így évvégén csinálunk, ezeket most is szeretnénk megvalósítani.
A Kisteleki Bölcsöde Fejlesztése című sajtóközleményt hallhatják a következőkben. Sajtóközlemény projektzárásról. A Kisteleki Bölcsöde Fejlesztése. A Térségi Intézményi Társulás a Kisteleki Bölcsöde Fejlesztése című Európai Uniós projektje 70 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából. 2019. júliusában a Térségi Intézményi Társulás pályázatot nyújtott be a bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhívásra. A projekt 2019. decemberében pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 70 millió forintra. A projekt 2020. június 1-én indult, és 2021. december 31-én fog lezárulni. A fejlesztés eredményeként a következő változások valósultak meg. Kisteleken a meglévő bölcsőde épületéhez kapcsolódik az új épület egy nyaktaggal. Városunkban szükséges növelni a férőhelyeket a 0 és a 3 éves kor közötti gyermekek napközbeni ellátásában. A meglévő bölcsőde épületében nincs elegendő férőhely újabb csoport beindítására, fizikálisan szükséges a meglévő épület infrastruktúra tovább bővítése. A támogatásban megépítésre kerülő új épület mérete körülbelül 111 négyzetméter, amely áll egy közlekedőből, egy felnőtt WC-ből, gyermeköltöző átadóból, fürösztő bilisztetőből, gyermekszobából, gyermekszobai raktárból, hőközpontból és egy fedett teraszból. A kivitelezési munkálatok április közepén kezdődtek meg, a projekt további részeként eszközbeszerzés valósult meg az új mini bölcsöde megfelelő működéséhez. Az eszközbeszerzés keretében az újonnan kialakítandó mini bölcsöde csoport felszerelése, berendezése volt a cél. Az eszközök között egyaránt megtalálhatók a kéziszem koordinációt, mozgást, figyelmet fejlesztő eszközök. Célunk a gyermekek természetes mozgásának, testi képességének fejlesztése. Ismerjék meg testrészeiket, fejlődjön alaklátásuk, alakuljon ki testsémájuk, tudjanak tájékozódni a térben. Örömmel és szívesen mozogjanak, fejlődjön akaratuk, kitartásuk. Az előforduló új szavak, kifejezések, a testrészek nevei a mozgás során vésődnek bele könnyebben. A feladatok végzése közben figyeljenek társukra, alkalmazkodjanak egymáshoz. A projekt időtartama 2020. június 1-től 2021. december 31-ig tart. Jótékonysági gyűjtést szervez a Kisteleki Kígyó Gyógyszertár. Ennek részleteiről kérdeztük dr. Erős Evelin gyógyszerészt. Egy programhoz csatlakozva jótékonysági vásárt hirdet a Kisteleki Kígyó Gyógyszertárról kérdezzük dr. Erős Evelin gyógyszerészt. Köszöntelek, mely programhoz is csatlakozott a gyógyszertár? A Hungaropharma gyógyszer nagykereskedelmi vállalat idén is meghirdetett a gyógyszertárak számára egy kihívás sorozatot, amelyhez örömmel csatlakozott a mi gyógyszertárunk is. Ez a kihívás sorozat a Gazdálkodj okosan névre hallgat, és ez egy 6 hónapon át tartó játék, vagy vetőlkedő igazából, és elsődleges célja az, hogy elősegítse a gyógyszertáraknak a környezetbarát működését, illetve a gyógyszertári dolgozók környezetbarát életmódját. Ehhez csatlakoztunk mi is, így már az utóbbi időben igyekeztünk előtérbe helyezni például a szelektív hulladékgyűjtést, igyekeztünk a gyógyszertári hulladékot visszafogni, csökkenteni a mennyiségét. Az éppen aktuális kihívás keretei között pedig a minden év novemberében megrendezésre kerülő Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakoztunk, és ennek a kampánynak a lényege az lenne, hogy szervezzünk, létrehozzunk egy olyan akciót, amely kicsit képes megmozgatni a helyi közösségeket. Ennek érdekében mi egy ilyen jótékonysági bőrzét álmodtunk meg, ahová különböző használt tárgyakat, legyen szó használt ruhákról, gyerekjátékokról, könyvekről, vagy még működőképes konyhai eszközökről, ilyen dolgokat lehetne elhozni, amire már nincs otthon a háztartásokban szükség. Én azt gondolom, hogy ha egy kis időt fordít erre mindenki, akkor nagyon sok dolgot össze lehetne szedni, és szeretnénk elérni azt, hogy ezek a dolgok, ezek a különböző termékek ne hulladékként végezzék a kukában, hanem szeretnénk nekik új gazdát találni, és ezáltal is felhívni kicsit a figyelmet a hulladéktermelésnek a csökkentésére, illetve arra, hogy milyen remek dolgokat lehetne még újra felhasználni.
Mikor lesz ez a vásár itt Kisteleken? Ez jövő hét szombaton, november 27-én fog megrendezésre kerülni. Délelőtt 9 órától délután 14 óráig lehet érkezni. A Kisteleki piaccsarnokban lesz a rendezvény, és még annyit szeretnék elmondani, hogy aki a felajánlásával szívesen szeretne hozzájárulni a rendezvényhez, de esetleg nem jó neki az időpont, az jövő hét péntekig még megteheti, hogy ide elhozza nekünk, amit úgy gondol, hogy fel tudna ajánlani. Megújult a Good Company zenekar. Sejben Győzőt, az együttes frontemberét kérdeztük az új formációról. Good Company Reload néven új együttese alakult Kisteleknek. Sejben Győzött az együttes vezetőjét köszöntöm, köszöntelek Győző. Mit is tudhatunk erről az együttesről? Hogy változott meg? Köszöntelek téged is és mindenki mást, aki ezt a riportot éppen nézi. Hát igen, a Good Company Reload produkcióval készülünk. Ez egy korábbi kísérletezés és egy korábban működő zenei alapokon nyugvó új formáció tulajdonképpen. Igyekeztünk egy kicsit modernebb hangzásba, egy kicsit elektronikusabb irányba megszólaltatni azokat a dalokat, amiket még korábban nem tudtunk a közönség elé odaadni, a közönségnek megmutatni. Illetve az elsődleges vezérlés, ami minket vezérelt ebbe a dologba, az az volt, hogy azok az ötletek, azok a dalok, amik már hosszú évek óta ott vannak a tarsolyba, azok az egy kicsit elő tudjanak bújni, meg tudjuk ezeket mutatni. Most, hogy éppen egy ilyen köntösbe burkolózik ez a történet, ez csak a lehetőségeken múlik. Szerintem a dalok, szövegek, a ritmus, az érzés az egy állandó dolog, hogy milyen kabátot tudunk ráadni, és ezt hogy tudjuk a közönségnek megmutatni, ez pedig egy kísérletezés eredménye. Néhány szóval a tagokat bemutatnám. Igen, jelen pillanatban a korábbi együttesből Horváth Zoltán dobos barátommal folytattuk tovább ezt a gondolatot. Csatlakozott hozzánk Gázó András basszusgitáros, akivel már korábbi években zenéltünk más formációkba együtt. És Nagy Remzső Gyula örömünkre elvállalta azt, hogy besegít nekünk a gitározásával. Jelen pillanatban a zenekarnak a végső arculata még kialakítás alatt áll. Ebbe a projektbe, amit most megcsináltunk, egy stúdiólemezt és 2 videóklippet fogunk tudni megmutatni, egy kicsit a közönség felé megmutatni azt, hogy mi az, amiben mi gondolkodunk, és ha minden jó halad, már pedig a terveink és a szándékaink erősek, akkor tavasz környékén úgy gondolom, hogy élőbe is meg fogjuk tudni mutatni, akár a helyi, vagy az érdeklődő közönségnek. Itt a háttérben ugye még pakolási munkák folynak, épp egy videóklip forgatás után vagytok. Melyik dalt forgattátok? Néhány szót esetleg a dalról is mondhatnál, illetve milyen volt maga a forgatás? Hát igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, de látni kell ennek az egész történetnek, több mint egy éves munkának a vége felé járunk. Ez azt jelenti, hogy tavaly év vége felé pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál, lemezkiadásra, illetve videóklip készítésre. Szerencsésen tudtunk is egy kis támogatást kapni, illetve a Kistelek Város Önkormányzata, a Kisteleki Művészeti Iskola és a Városi TV is támogat bennünket, hogy ez a produkció létrejöhessen. Tehát, mint mondtam, egy jó éves munkának a vége felé haladunk. A zenei anyagok 90%-ban elkészültek, keverés alatt állnak a dalok, 10 dal fog fölkerülni erre a lemezre, és ebből 2 választottunk ki, amiből videóklip fog készülni. Ennek az elsőnek a forgatása, éppen a mai napon, fárasztó napnak a végén vagyunk, a mai napon fejeződik be. Ez a Gyenge Testem című dal, amiről azt kell tudni, hogy a szövegét helyi szerző, Punk Mária verse ihlette, pontosabban az ő szövege, és mi öltöztettük fel egy olyan zenei környezetben, amiben meg tud szólalni. Illetve lesz egy másik videóklip, ami egy kicsit kevésbé mozgalmas, egy kicsit ilyen nyugodtabb hangvételű lesz, a Néz rád a föld címmel. Saját szerzeményt fogunk videóklipre rögzíteni,
akik közeli ismerősök, jó barátok már hallhatták ezt a dalt, sokan tudják is, hogy milyen érzelmi töltetés, milyen emlékek vannak mögötte, de én azt gondolom, hogy a nagy közönségnek meg beszéljen majd maga a dal. Az elején említetted, hogy kicsit modernebb a hangzás, több gitárt láttam. Ez például összefügg a kettő? Igen, igen, nagyon sok zenei kísérletezésen vagyunk már túl. Hosszú éveken keresztül az akusztikus hangzásvilágban mozogtunk. Nagyon szerettem, gyönyörű szép világ az is, amikor szinte kivétel nélkül akusztikus hangszerekkel játszottunk, de mindig ott bizsergett a kis agyamban, meg ott a fülem mögött, hogy ezt azért egy kicsit olyan jó, dögösen, olyan kicsit olyan erősebb hangzással hogy lehetne megvalósítani. Igazából akusztikus hangszer egyedül a dob maradt ebbe a rendszerbe. A klasszikus akusztikus gitárt fölváltotta egy gyönyörű szép félakusztikus jazzgitár, aminek aztán a nagyon széles skálán lehet a hangképét használni, akár a keményebb, torzítottabb hangzástól a lágy hangzásig. A mély frekvenciákat basszusgitár fogja biztosítani, és hát igen komoly billentyű és hát ilyen billentyű és szintetizátor háttér van a zenei alapba beépítve. Ebbe kaptunk segítséget neves budapesti szerzőktől. Őróluk majd talán később a lemez megjelenése kapcsán szeretnék részletesebben beszélni, de nagyon nagy élmény olyan emberekkel dolgozni, akik a főváros vérkeringésében, a zenei élet hétköznapjaiban benne vannak, és nagyon jó ötletekkel tudják támogatni a mi alapötleteinket, hogy azért egy jó dolog szülessen meg. A te kezedben is egy új gitár látható ezentúl. Milyen érzés rajta játszani? Megbarátkoztatok már? Hát huncut a riporter ezzel a kérdéssel, mert már erről beszéltünk itt a forgatás elején, de hát igen, egy egészen új világot kell megismerni. Tehát egy elektronikus gitár hangzás, még ha félakusztikus is, azért egész más hangképet, egész más technikát igényel, mint egy hagyományos klasszikus gitár. Azért is van, hogy nem mertem bele vágni egyből egy teljesen elektromos gitár hangzásba, mert kell még a gitárnak a teste. Szükségem van, hogy legyen mire támaszkodni, legyen mihez hozzábújni. Ugye az elektromos gitár az egy egészen más szerkezet, egészen más formába van fölépítve. Úgyhogy így megközöltük a kettőt, tanulom még ezt a dolgot. Én nem vagyok akusztikus gitár után egy fényes nagy virtuóz. Én azt gondolom, hogy egy jó zenei alapokat tudok biztosítani ahhoz, hogy akik igazán jók, azok majd tudjanak élesen pörkölni a zenébe.